Egy marcali családanya azt állítja, jogtalanul lakoltatták ki házából két gyermekével együtt. Hiába zajlanak még a perek, a földhivatalban azt közölték vele, hogy a bírósági végrehajtó szerint a kilakoltatási végzés nem peres eljárásban született. A földhivatal vizsgálja az ügyet, a Somogy megyei bíróság szerint a kilakoltatás jogszerű volt. Frissné Bereck Krisztina nem tudta fizetni devizahitelét. Tavaly november végén két gyermekével együtt kilakoltatták, és a végrehajtás annak ellenére sem állt le, hogy pert indított a bank ellen a hitelszerződés semmisítételét kérve. Néhány napja a Magyar Polgári Jogvédő Mozgalom képviselőivel együtt ment el a Somogy megyei földhivatalba, ahol szerintük manipulált iratok alapján jegyezték be az árverési vevő tulajdonjogát. Mélységesen megdöbbentem, a földhivatalban lévő iratok alapján látottakon, hogy tulajdonképpen csalást követtek el. Szerintük a földhivatalban nem vették észre, hogy a végrehajtó két különböző ügyszámon és dátumon keltezett iratot adott be, de úgy tüntette fel, mintha azok összetartoznának. Az a rossz hiszemű és rossz indulat végrehajtó fogta magát, és egy nem peres eljárásban született határozatot tulajdonképpen rávezettetett erre a tulajdoni lapra. Ez alapján új tulajdonosok kerültek, és ez alapján ez a család kikerült a tulajdonából. A végrehajtó nem kívánt nyilatkozni az ügyben. A Somogy megyei bíróság szóvivője megerősítette, hogy a végrehajtásról szóló bírósági végzés valóban nem peres eljárásban született. A végrehajtás azonban szerintük jogszerű volt. Ha kiderül, hogy mégis hibát követett el a végrehajtó, akkor lesz lehetőség jogorvoslatra. Ha netántán kiderülne utólag valami olyasmi, akkor nyilván az eredeti állapot helyreállítása iránt kellene intézkedni. A földhivatal a vizsgálat végéig nem nyilatkozik az ügyben.